Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsírassa őt. Ábrahám felesége, Sára szép kort ért meg. Az első nagygyász Ábrahám számára Sára halála. Ő nem úgy, mint a pogányok, akik arcukat, testüket vagdalták be késsel, hanem szerényen, egyszerűen könnyek között gyászolta meg felesége elmenetelét. Ha nehéz is volt elválni tőle, elfogadta, hogy mindenki útja egyszer véget ér. Ábrahám itt nem beszél a mennyről, de mi ismerjük Jézus ígéretét, hogy lesz feltámadás, elragadtatás, és egy napon elvisz minket az ő csodálatos országába. Nehéz elengedni szeretteinket, de hiszem, hogy utunk végén vár minket az Úr.